Ez itt a Start Plus, és benne az egészségügyi percén következnek. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Szegő Péter is itt van velünk, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És kívánunk. egy olyan témáról beszélünk, amiről azért egyszer-kétszer már beszéltünk, de megfordult a fejemben, és ez a gyermekek ágyba vizelése, amikor bepisíli egy kisgyerek éjszaka, hogy lehet, hogy ez most aktuálisabb, mert hogy ilyen melegben jó eséllyel, ha szerencsések vagyunk, a gyerek is többet iszik. Akkor legitimebb bepisílni éjszaka? Vagy azért itt is vannak határok? Nyilván nem lenne legitim bepisíni akkor sem éjszaka. Amúgy a visszatérő jellegű felhozatal ezeknek a témáknak, ugye mi most már emlékszünk egymás között, hogy viszonylag sokszor beszélgettünk róla, de ezek mi vagyunk. Na most, akik nézik a tévét, ők mindig más cselédődnek, mások, úgyhogy mindig van új Mindig velünk kellnek a nézők. Így oké, ezt teljesen egyetértek vele. Az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit hiszik az a, az a gyerek, nem lenne szabad öt éves kora után bepisíni éjszaka. Mm. Tehát a, kell, hogy legyen egy önkontroll, kell, hogy legyen egy vizet ürítés szabályozás, ami normálisan működik, és megakadályozza azt, hogy az éjszaka megtörténjen. Most, hogyha öt éves kor fölött ez még mindig fennáll, akkor ott mindenféle lámpánknak ki kell gyulladniuk, hogy itt valami nem oké, valami nem stimmel, és ezzel kezdeni kell valamit, mert hát... Um, azt kell mondjam, hogy nyilván csökkendő tendenciával, de, de, de azért ebben még felnőttek is érintettek egy idő után. Tehát a, a nem azt mondom, hogy minden gyerekből, aki éjszaka bepisél, majd felnőttként is ilyen problémás felnőtt lesz, de azért az esélye megvan. Hát ezt nem mindig lehet kinőni. A, a bevít bevitt folyadék mennyisége az inkább valószínűsíti, hogy valaki bepisél, vagy ez nem. ezzel nem is függ össze Nem, 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 ugye a, a vizeletnek a vizelet elvált, egyrészt ugye, hát mi történik normális esetben? Teljesen mindegy, hogy alszunk vagy nem, megtelik a hújak, megjön egy vizelési inger, az ember vagy ébren van és kimegy a vécére, vagy fölébred és kimegy a vécére magyarul normális esetben tényleg teljesen mindegy, hogy az ember este mondjuk most, mondjuk, hogy nyár van, és megettem, mit tudom én, egy ekkora szeret dinnyét, és az éjszaka közepén most ebből baj van, és rossz, rögtön ki kell menni, fel fogok ébredni. A probléma ott van, hogyha valaki erre nem ébred fel. Ez az egyik lehetőség. A másik probléma, ha már folyadékbevitellel beszélgetünk, akkor lehet olyan is, előfordulhat az is, hogy a vizelet elválasztás szabályozó hormonális rendszernek a napi ritmusa nincsen meg. Tehát azok a hormonok, amik éjszaka a vizelet egy picit visszafogják valóban azért, hogy ne az legyen már, mint napközben, hogy tényleg az ember egy másfél óránként ki kell menjen pisin, és a termelődjön egy kicsit kevesebb vizelet. Ez egy jó beállt szabályozás a szervezetünkön belül, ezért éppen ezért éjszaka kevesebb vizet termelődik, úgyhogy hát normális esetben ugye este lefekvés előtt az ember elintézi a dolgát, vagy végigaludja az éjszakát, és reggel a következő. Uh -huh. Az egy rendkívül koncentrált vizelet, ezt ezért mindenki láthatja a WC-ben. Uh -huh. De hogyha ez a, ez a vizelet elválasztásnak hormonális szabályozása nem működik megfelelően, akkor éjszaka is föl kéne ébredni egyébként másfél-két óránként pisíni. Van, akinél ez meg is történik idősebb korban, az rendkívül zavaró. Uh -huh. De most gyerekeknél az van, hogy ők még csak föl ébrednek az egészet, tehát automatikusan ül a az ágyba. Akkor ugorjunk vissza addig, hogy tehát a szülő tapasztalja, hogy a gyermeke 5-6 éves elmúlt, és ez a jelenség fennáll. Igen. Gondolom én elsőként a gyermekorvoshoz fordul onnan, merre vezet tovább az út, vagy hová forduljon hát, inkább így? Kérdezik. Az már egy jó dolog, hogyha valóban egyáltalán fordul, mert igazán az szokott lenni a probléma, hogy várjuk a csodát. Tehát, hogy majd a menstruációval megoldódik, meg majd a korral megoldódik, meg majd biztos kinövi a gyerek. Lehet, igen, persze, csak addig évek telnek el, és ez egy nyugtalanító probléma marad minden. Este nem csak a gyereknek gond, az, az egész családnak gond. A gyerekorvoshoz el lehet menni, a gyerekorvos önmagában nem feltétlenül fog ezzel tudni mit kezdeni, tovább küldő olyan szakrendelésre, ahol ezt rendesen ki tudják vizsgálni, és hogyha terápiát be kell vezetni, akkor be lehet vezetni. A kivizsgálást azt nyilván azt olyan kell, hogy végezze, aki hát mondjuk, hogy életében már többet látott ilyen bő, mint kettő. Tehát azért jó, hogyha van tapasztalat az illetőnek ezen a téren. A kivizsgálás amúgy egyébként nem hosszadalmas és nem fájdalmas, egy gyerekeket meg lehet nyugtatni, hogy de nem fogják bántani őket. De alapvetően meg kell nézni. Nyilván van egy hormonális laborvizsgálat, a laborvizsgálat az, az nyilván az vérvétel. Na most hát az nem új begyből megy, az nyilván könyök vélából megy, tehát az mondjuk, mondjuk hogy a legkelmetlenebb része ennek az egésznek, de onnantól kezdve igazán, ultrahangvizsgálatok, vizelet, ürülés, dinamika vizsgálatok, ezek olyanok, amik nem fájnak igazán, csak csak szegény gyerekek úgy vannak vele, hogy idegen hely, fehér köpeny, idegen szagok, idegen emberek, az már eleve egy stressz, akkor, akkor, oda nem megyünk be, már eleve sírunk az ajtóban, tehát alapvetően jó, hogyha az ennek egy olyan milliót teremtünk, egy olyan hangulatot teremtünk, ami egy erkölcöt is megnyugtatja, mert, 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 tényleg nem kellett az egész fény. Uh -huh. Csak el kell indulni. Tehát ez az első lépés. Hogy... A szervi vagy a pszichés eredetű problémát nehezebb kezelni? Uh, hát ez a kettő, ez, ez, egy idő után összefügg, tehát a, uh -huh. akinek nem is volt pszichés problémája, nem szorongott, és nem abból adódik, az előbb-utóbb a probléma miatt fog szorongani. Ez egyébként mindenki. Jó, de ha, nem, füg össze, össze, ha akkor... nem függ össze. nem akkor... akkor, nyilván, hogyha ha valami testi változás van mondjuk ebben az említett hormonális szabályozásban, vagy mondjuk a hólyagnak a működésében van valami eltérés, akkor azt én úgy gondolom, hogy egy kicsit könnyebb egyébként kezelni, mert Hát arra meg vannak a megfelelő gyógyszerek, amiket mm. be lehet vezetni. A, a, az emberek a pszichéje, hogyha ahhoz hozzá kell nyúln, az mindig egy kicsit hosszadalmasabb mm. dolog. Tehát a, a, az valószínűleg az egy kicsit nehézkesebb, és nem is feltétlenül csak a gyereket kell ilyenkor górcső alá venni, mert ő egy környezetből jön. Mm. Tehát van egy, van egy család, emberek veszik körül, napi rutin van, abban, hol van a hiba, ami esetleg ilyesmit tud teremteni az föl kell térképezni, és az valóban egy kicsit, kicsit, hosszadalmasabb is. De a lényeg az, hogy a szakemberhez fordultunk, és feltárták a problémát, akkor ez megoldható. Persze, igen. Tehát ez, 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 az üzenet, hogy nem kell ráülni erre az egészre, tessék lépni, meg lehet oldani. Egészségügyi perceinket látták, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.